Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Gyóni városrészben élő szépkorút és nyugdíjas. Most így a karácsony közelettével szeretnénk önöknek is egy kis karácsonyi ünnepséggel készülni, hogy együtt készüljünk a karácsony nagy ünnepre, karácsonyi nagy ünnepre. Úgyhogy a Dabasváros önkormányzata és a Gyóni Géza általános iskola gyermekeivel közösen szeretnénk önöket megörvendeztetni így karácsony alkalmából. Nagyon szépen köszönjük az önkormányzat nevében a Gyóni Géza általános iskola felkészítő pedagógusoknak és a gyermekeknek, hogy készültek műsoraikkal. És most felkérem tisztelettel a műsorban szereplő gyermekeket, hogy adják elő a karácsonyi műsorukat. Tisztelettel felkérem Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszonyt, hogy köszöntse a megjelenteket itt. Nagyon jó leső érzés ezt átlátni, hogy tele van az aula. Volt bizony néhány olyan év, amikor nagyon-nagyon kevesen voltak itt előttem. Ha jól emlékszem, ez a negyedik karácsonyi alkalom, amikor én köszöntöm önöket, de most biztatom mindannyiukat, hogy a várakozás, az adventi időszak várakozása ebbe a napba is férjen bele. Mindenképpen jönni fog polgármester úr Budapesten, van éppen telefonon értesített, hogy elindult, és egy fél óra múlva ide fog érni, úgyhogy fogja őt is önöket köszönteni. De ha már ilyen hagyomány alakult, hogy negyedik éve én állok itt önök előtt karácsonykor, akkor most is néhány gondolatot hagyosszak meg. Amikor kaptam a telefont, hogy segítsem ki polgármester urat, mondtam, hogy semmi akadálya, de azért úgy szoktam én ide állni, hogy egy kicsit összeszedem a gondolataimat. Erre most nem volt idő, mert Péli Marika nénivel együtt érkeztünk ide, és miközben én zártam az autót és kommunikáltam polgármester úrral a telefonban, Marika néni már el is szaladt mellőlem az autótól, és csak pislogtam, hogy hol is van a 90 éves kis barátnőm, a pótnagymamám és pótanyukám, mert mint a nyuszi úgy szaladt be az épületbe, de most látom, hogy biztonságban ideért. Hát igen, van nekünk Marika nénivel egy ilyen régi-régi bensőséges kapcsolatunk, és azt gondolom, elmondhatom, hogy önök, akik most itt velem szemben ülnek, önökkel is van jó néhányukkal szoros bensőséges kapcsolatom, mert ahogy nézem a sorokat, tudom, hogy sokat sütöttünk együtt az idei esztendőben. Emlékszobákat alakítottunk ki és nyitottunk meg a kedves Gyóni nyugdíjasokkal, de együtt mondtuk Gyóni Géza verseit. Aztán vannak itt közöttünk olyanok is, akik idős, vagyis pontosabban fiatal nyugdíjasként együtt rajzoltak velem az aszfaltra a Luther utcai program kapcsán. Vannak itt közöttem olyanok, akik szoros családi kötelékben vannak velem. Talán mindenkivel tudnék egy-egy ilyen gondolatsort elindítani és felfűzni. Talán ez a legszebb és leggazdagabb év, amikor elmondhatom, hogy a dabasi, a gyóni időskorúakkal igazán gazdag évet zárhatunk. Ez a kapcsolatok éve az idei esztendőben. Amikor polgármester úr az év elején meghirdette ezt a gondolatot, mi már tudtuk, képviselőtestület, hiszen ennek az a rendje, hogy képviselőtestületi ülésen fogadjuk el mindig a következő év célját és programját. Ez a javaslat, a kapcsolatok éve, ez a polgármester úr javaslata volt. Én már akkor megerősítettem őt, hogy én ebben az évben biztosan nagyon sok ötlettel fogok elé állni a dabasi lakosok elé, mert ez a fogalom, hogy kapcsolat, ez nagyon sok mindent elindít bennem. Számomra mindig nagyon fontosak voltak az emberi kapcsolatok. Nagyon sokat átformáltam ebben az esztendőben az emberi kapcsolataim révén. Nagyon sok kapcsolatom még most is dolgoznom kell, de ezt bátran vállalom, mert önök a példák itt előttem, hogy hogyan és merre kell haladnunk a Jóisten által kijelölt úton, hogy a szép korhoz én is így elérhessek, és itt ülhessek majd egykor
ezekben a széksorokban én is. Eta néni bólogat itt, hogy igen, igen, már tudom, hogy sok Dabasi nyugdíjas klubban, tiszteletbeli nyugdíjas klubtag vagyok már most is, de azt gondolom, hogy van még bőven idő és feladat előttünk, hogy eljussunk az ősz halántékig, bár ezt már lehet, hogy egy kicsit álcázzuk, de nagyon szép utat mutatnak nekünk, amiért mi fiatalok nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és bízom benne, hogy sok-sok korban azonos korú társammal együtt értjük és látjuk ezt a mintát, amit önök mutatnak itt nekünk. Akár az életük kapcsán, akár a karácsonyvárás, az advent várakozás idejében. Amikor indultam most a délutánon ide, akkor ez a fogalom is dolgozott bennem, hogy várakozás. Erről beszélünk, amikor adventhez érkezünk, hogy a várakozás idejében mit is jelent ez nekünk. Azt gondolom, hogy az időskorúak, a szépkorúak tudják ezt igazán a gyermekeknek elmesélni, hogy mit jelent ez a várakozás. Számolni a napokat, hogy eljöjjön az év legszeretetteljesebb ünnepe, és igen, én úgy gondolom, hogy az időskorak várják ezt az évvégi alkalmat, bízva abban, hogy megérkezik a kisunokájuk, a szeretett gyermekük, ismerősük, találkozhatnak, ellátogathatnak egymáshoz. Nekem ezt jelenti a várakozás. Én kívánom azt, hogy ilyen vagy hasonló formában élhesse meg ezt mindenki. És hát persze benne ebben a várakozásban mindig benne van egy olyan gondolat is, hogy ajándék. Mi tudjuk, felnőttek, önök még inkább, hogy ez nem feltétlenül tárgyi ajándékot jelent. Sok milyen formában ki lehet ezt az ajándékot fejezni. Az önkormányzat évről évre készül mindig valami kis apró figyelmességgel, amiben a szeretetünket próbáljuk átadni és becsomagolni. Az elmúlt esztendőben is, meg a korábbi években is volt szerencsém ebben egy kicsit közreműködni, döntést hozni benne, akár előkészíteni és csomagoltatni ezeket az ajándékokat. Az elmúlt esztendőben is kitüntetett vállalkozások termékeit kapták, Dabasi vállalkozások termékeit kapták. Az idei esztendőben is egy ilyen is figyelmességgel készültünk önöknek. Egyrészt a Vogtland pékség desszertjével, ami tulajdonképpen kétféle módon is egy becsomagolt formában vihetik el, és akár tehetik a fenyőfa alá, és majd együtt a családdal kóstolhatják meg. De kínálásképpen egy új desszertet hoztak, egy mákos, narancsos ízesítésű kalácssal szeretnék majd itt önöket kínálni. És ebben a kis ajándékban, ebben a kis szeretett csomagban van még egy másik különleges figyelmesség is. Bizonyára hallottak róla, hogy az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységgel is próbálkozik az elmúlt években. Egy kis burgonya, egy kis gabona termesztéssel, és az idei esztendőben megértük, hogy először volt levendula szület a városban. Abból a levendulából, amit az Árdakert idősek otthona kertjében ültettünk el, nagyon szép termés lett, és bizony ebben önök is segítettek szüretelni. A nyár egyik legmelegebb napján szedtük a levendulát, ládáztuk, és Zlinszky Ferenc munkatársam segítségével jutott el ez a levendula a sajtoló üzembe, és ebből tudnak most önök néhány cseppnyit hazavinni, mert hogy levendula olaj van a mi kis szeretett csomagunkban, amit bízunk benne, hogy egy kicsit kellemesebbé, harmonikusabbá tudja tenni majd a karácsonyvárást, vagy a karácsonyi időszakot. Azt gondolom, hogy az én gondolatsoraimat most már átengedem a gyerekek műsorának. Még egyszer nagyon nagy örömmel és szeretettel látjuk itt önöket. És azt is, közben eszemültött az utolsó gondolat, hogy megfiatalodott időskorúak ülnek itt velem szembe.
nagyon sok olyan arcot látok, akit eddig nem. Akit tudom, hogy most lett nyugdíjas, vagy most került abba az életkorba, hogy már ide tartozónak érzi magát. Örülök neki, hogy a hívó szó, a meghívás elérkezett mindannyiukhoz. Köszönöm szépen, nagyon szép adventet és szeretetteljes karácsonyt kívánok. Most pedig a gyerekek műsora fog következni, és ha jól tudom, a műsor végén fogják önöket biztatni egy kis közös éneklésre. Hát akkor köszönjük majd meg együtt a műsorokat egy közös éneklésre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
kicsi gyertyák, lobogjatok föl, bóduljunk tömjén meg szagát. Szép dolog ez, így kell csinálni minden karácsony éjszakát. János nevű szegény cipész, aki nap mint nap szorgalmasan dolgozott. Az emberek jól megfizették a munkáját, mégsem tudott, kivel bajnia nyomor volt. Ennek pedig az volt az oka, hogy feleségével bő gyermekáldásban részesültek. Vagy egy lánykával, vagy egy fiúcskával, de minden évben új taggal bővült a család. 9. gyermeke szülésébe felesége belehalt. János mester egyedül maradt 9 csemetéjével. Micsoda felfordulást tudtak csinálni az apróságok, ha kértek egy szelet kenyeret, mindjárt 9-et kellett szállni. Éjszaka úgy nézett ki a szobájuk, a sok keresztül kasú felállított kisebb-nagyobb ágyikon mellett lépni sem lehetett. A párna és paplanhalmok alól göndör, szöke és fekete buksi fejek kandikáltak ki. Mind a 9 jó étvágyú, makkegészséges, életvidem, eleven kis burkok voltak. Jó estét mindenkinek! Jó estét, csókolom! Meghoztam a karácsonyfának valót! Papó, gyere segíts! Gondoltam, örömet szerez nekik a fa. Legalább lesz, hogy körbeállnotok, amíg eléneklitek a karácsonyi dalokat. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Egész nap azon rágoltam, hogy ugyan mivel szerezhetik nekik örömet. És főleg akkor szomorodni nagyon, amikor meglátom a boltok kirkatait, bennük a nem éltek ajándékot, és így siklant az édességet. Ám, hiányítottam ki a pénztárcámat, és néhány dolasára volt benne. Hogy lehet mind a 9-nek valamit? Hát igen. Hogy mindegyiket megajándékozod, vagy egyiket sem? Megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy a legszükségesebb dolgokon kívül más nem van. Panikának nagyon teszt az egy baba a kirakatban. Jancsik egy olyan falava szeretne, amilyen szomszéd kristályának van. És még sorolhatná, de végül is nem panaszkodom.
A lényeg az, hogy egészségesek vagyunk, és nagy szeretetben élünk, ami nem mindenkinek adatik meg. Látod? Ezért még sokan irigyelnek is. No, most már nem kell. Nekem is el kell készítsem a karácsonyfát. Nézd, a tiétek már el is készült. Még egyszer köszönöm. Elkészültetek? Igen! Gyertek, fiatok elém, és jól figyeljetek! Tudjátok, milyen különlegesen van este? Igen, mondta helyünk Jézus Krisztus születése napján. Áldás és békesség van olyan házban is. Áldás és békesség! És most következik a meglepetés. Egy új dal tanítunk nektek, Katival és Elzsivel. Régóta már az ennivaló sem ízlett neki, az újságok nyomtatták, lakását levegőtlennek érezte. Puha gondosan betett ágyában, nem jött álom a szemére. A felszíntről beszűrődött hozzá, hogy boldog gyerek sereg újongó éneke. Ettől az idegesítő lármától megfájdul a fejem. Most már aztán tényleg elég. Véget vetek ennek a ricsajnak. Várjátok, valaki kopog. Ugye jön a szorgalmas János mester. Igen, igen. Talán lakcipőt tetszik rendelni? Nem, nem cipőjétettem. Mondja csak, hogy gyermeke van önnek. Igen, azt lehet mondani. Kicsik nagyok vegyesen. Sok is éhez szállnak enni adnak. Hát igen, sok is éhez szállnak. Ha énekelnek, visszhangzik az egész ház. Ha egyáltalán énekeket nevezni. Tudja mit? Adja nekem az egyik gyermekét. Jó iskolába járatnám. Világkörüli útra vinném. Igazi urat vagy hölgyet nevelnék belőle. Gondolja meg, egy éhez szállja a keresztény. Halljátok ezt? Igazi úr lehet valaki közületek. Micsoda szerencse, de kit válasszak? Kati, te nem mehetsz, mert átölel a kísérteket. Palkon sem, mert ő segít meg a ház körüli munkában. Úgyse a legszebben. Panni és Jancs pedig nagyon kicsi. Anna a sütőn az édesanyáról azért nem mehet. Felé a legokosabb, ő még erős is szavira, rá még büszkék leszünk. Aztán István szüksége van, hiszen ő tényleg egy cipés mesterség. Kiveszi át a lejjel, ha belőle urat faragra. Elsike, hogy adnálok oda? A te gyönyörű hangod nélkül nem is, amit az énekünk. Uram, kérlek arra, gyerekemet nem adom. Tessék, ezt az hengőt önnek adom, kedves János. Csak egy hívásában a teljesítség, ne énekeljenek többé. Ilyen volt a karácsony. Először a karácsony, ha most pedig az ezerfertő. Még soha nem volt ennyi pénzem. Vagy jól beosztott, hogy usson mindenkinek a hús. Hurrá! Meg vagy házolni. És csak ének lehetnám szabad. De kár, hogy a Jézuska nem hozott ajándékot. Milyen jó lenne most az ajándékokkal játszani. Én megetetném és elingatnám a babácskának. Legalább életem. Hát énekelünk! Csit, tudod, hogy nem szabad, papa megígérte. De papa, énekeljük el a dalt, amit tanultunk. Nem lehet gyerekek! De a szomszédeimnek tetszik az énekes dolgatokásnak, miért nem tetszik? Thank you.
Jó estét! Nagyságos uram, ne haragudjon ránk, inkább szegények maradunk, de énekelni fogunk. A szabadon szálló ének szó drágább a világ valamilyen kincsénél. Gyerekek, énekelhetünk! Hogy lehetnek ilyen boldogok ezek a szegény emberek, még az 1000 pengősnek kellett nekik? Mi lehet az, ami a pénznél is jobban boldogít? Arra gondoltam, elutaznék az égbe, oda abba az távoli nagy messziségbe. A mennyország kapuján bekopognék halkan, hát ha lenne valaki, aki megsegít rajtam. Kinyit az ajtót egy meseszép angyal, bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal. Vállain szárnya, glória a fején, angyal ő valóban Isten mezején. Megkérdezném tőle, hát te honnan jöttél? Hisz még élsz itt, mit keresnél? Elmondanám néki, hogy a szívszavát követtem, mert ide költözött, kit oly nagyon szerettem. Nem bírom már nélküle, csak látni szeretném. Könnyes szemmel magamhoz ölelném. Megcsókolnám arcát, kezét, lépte minden nyomát. Csak hadd láthassam egy percre csodás mosolyát. De az angyal így szólt, menj gyermek haza, kit szerettél, már itt az otthona. Látni fogod őt, csak huny be szemed, s akkor biztosan rögtön észreveszed. Én azóta csukott szemmel járok, mindennél szebb az, amit így látok. Mert ő is egy meseszép angyal, őre hófehér, ruhája átszőve aranyjal. Jó estét kívánok! Isten hoztam neked! Köszönöm szépen a gyerekeknek, a Gyoli Géza általános iskolának ezt a csodálatos hangulatot, légkört, amit itt teremtettek a műsorral. És hát ez a környezet is egy nagyon is családias, barátságos, kedves kis hely. Hát ide járnak az önök unokái, dédunokái ebbe az intézménybe.
nem csak karácsonykor tudnak ilyen szép hangulatot teremteni, és ilyen, tudják ilyen otthonossá tenni ezt az épületet, hanem ez betöltik élettel egész évben. És azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb örömünk, és az egyik legnagyobb reményünk, amikor azon gondolkodunk, hogy a mögöttünk hagyott időnek vajon mi adhatott, vagy mi adott értelmet. Hát igazából a mi mindannyiunk életének az értelme a család, a családban felnövekvő gyermek, az új élet, az új életben fakadó újabb örömök és sikerek. És hát persze az életünkben vannak nehézségek is, problémák, akadályok, gondok, de ezeken is túl kell jutni. Éppen egy tegnapi élményem van még a lelkemben. Tegnap egy filmbemutatón voltam az Uránia Filmszínházban. A Sátán fattya című regénynek a megfilmesített változatát mutatták be. Ez az 1944-es időszakról szól, amikor Kárpátalját megszállták az orosz csapatok, és akkor ott majdnem minden férfit összegyűjtöttek és elvittek Málenki robotra. És mivel a Málenki robotnak a jelentés az néhány nap, vagy egy rövid munka, ezt jelentette, néhány nap után várták vissza az asszonyok a férfiakat, és hát nem jöttek, hát az egyik faluból 13 asszony útnak eredt, batyut kötöttek, csomagoltak és elindultak. Ez 44 karácsonya előtt volt, 44 decemberének az elején. És hát velük ment egy fiatal lány, és aztán nagyon-nagyon csúnya borzalmak történtek vele. A lényeg az, hogy az első borzalmak után jött a karácsony, és ennek a lánynak a karácsonyt úgy kellett megélnie, úgy kellett énekelnie a kis szegényes karácsonyfa mellett a mennyből az angyalt, a szüleivel, pontosabban nem is a szüleivel, az édesanyjával, az öccsével és a kisugával, mert az apjuk is, az édesapja is a Málenki roboton volt, hogy ilyen kettőségben volt. A borzalmak az egyik oldalról, a másik oldalról pedig az új születő kis Jézus, a Jézus születésének az ünnepe, az örömünnep, és hát a részben megszokásból, részben pedig őszinte belső lelkületből énekelték a mennyből az angyal, de közben ott lebegett fölöttük a keserűség, a szomorúság, a háborúnak a borzalma, és az mindaz, amit néhány nappal korábban ő személyesen átélt és megélt. És megdöbbentő volt, de egyben nagyon is elgondolkodtató, hogy nem mindenkinek egyforma a karácsony. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ma itt, akár Gyónon, vagy Dabason, vagy Magyarországon, vagy Európában, vagy a világban mindenkinek egyforma a karácsony. Egyformán szép, egyformán csodálatos, egyformán felhőtlen ajándék özönnel teli, hanem bizony van nagyon sok családban, nagyon sok helyen a világban, és itt a mi környezetünkben is keserűség, szomorúság. De mégis örvendezni kell, mégis meg kell próbálni nyitott szívvel, nagy-nagy szeretettel készülni a karácsonyra, hiszen Jézus születése, az ő születésének az ünnepe mindig elhozza a reményt, hogy bármilyen nehézség, bármilyen fájdalom, bármilyen gond van a szívünkben, akkor is van remény, akkor is lehet újra indítani az életet, lehet újra gondolni a korábban történteket, és mindenképpen reménnyel kell neki menni az ünnepnek. Hát ez a karácsony hozza meg mindannyiuknak ezt, a szeretetet, az élet szeretetét, az egymás szeretetét, a kapcsolatok iránti igényt, és azt a bensőséges hangulatot, amit csak a karácsony tud elhozni. Ebből kaptak most egy kis ízelítőt, tessenek ebből töltekezni, és még a hiányzó űrt, azt az űrt a lelkükben, ami még ott van, azt pedig teljesen töltsék ki, sok-sok szeretettel, kapjanak sok megfigyelést, sok odafigyelés, sok-sok szeretetet, megértést, és legyen boldog a karácsonyok, legyen áldott a karácsonyok, ezt kívánom magam és az önkormányzat nevében. Isten áldja önöket, áldott boldog karácsonyt!